teljesen egyértelmű, hogy egy háborús gyerek vagyok 43-ban, amikor ugye a Donkanyarnál megindultak, azt hiszem január 12-én, én meg 29-én születtem, tehát két hetes csúszással, de ott megfordult az a háború. Amikor megszülettem, az egy Horthy rendszer volt még, mire én észbe kaptam, tehát hogy eszmélet, hogy valami, hogy mi van, hogy van egy világ, az meg már egy Rákosi rendszer volt. Apám az, mikor én már eszméltem, akkor nyugdíjas volt, az anyám az háztartásbeli, mert szívbeteg volt és nem dolgozhatott. Hát embertelen szegénység volt, hát kajánk volt, de alapvetően másra nem nagyon tellett. De az első mondat az volt, amit hallottak tőlem, hogy meneküljünk, mert jönnek a ororok. És ezzel mindig mesél, jókat röhögtek, ugye, mert az oroszokat még akkor nem tudtam kimondani, de két nagy bőrönd mellett álltam. Tehát valószínű egy emberpánik volt ebbe a családban, hogy menekülni kell, és akkor mentünk le Moson-Magyaróvárra a nagymamámhoz. És aztán utána minden nyarat is ott töltöttem, és a család ott dekolt át a háborút, semmire nem emlékszem. Nyarak azok rohadt jók voltak, mert vidékre ment egy városi, vagyis hát két emeletes ilyen kör folyosós házba, növényt nem láttam, semmit nem láttam, anyám virágokat locsolgatott, tehát tulajdonképpen ennyi volt. És akkor ott a szabadság, meg a nem tudom, vidéken, az baromi jó volt. Volt egy nagybátyám, meg megtudtam, hogy mi az, hogy határsáv, meg a hatalom, mert mindig jöttek már Győrtől a vonaton, már ellenőztek a határőrök. És a nagybátyám az levélem volt, az már határsáv volt, az Pék volt. És akkor az is meghatározó lehetett például, hogy minden reggel fölkelt 5 órakor. Én még Rőzsét segítettem neki, tehát ő fűtötte a kemencét. És az volt, hogy a kenyér az úgy lesz, hogy a lisztet az angyal megáldja. És minden éjszaka jön a kis angyal, és minden reggelrel, képzeld, ott volt, és valószínűleg így ököllel csinálta, hogy kis láb ujjakkal, és megőrültem tőle, és elhittem, hogy jön az angyal, és abból lesz a kenyér, és minden nap sütött nekem egy kis kenyeret, ami az enyém volt. Volt egy nagyon fontos történet, amit az apám mesélt, tehát ő igazából az első világháborúban 19-18 éves volt, és betemette egy lavina, 3 napig volt a hó alatt. Akkor végre kisütött a nap, és a szuronyát megcsillant, és akkor így ásták ki. Ahogy elmesélt a történetet, tulajdonképpen a fényre akarok csak ilyukadni, hogy onnantól nekem az olyan volt, mintha Jóisten jött volna és fényt csinált volna. Nekem ez a kettő, ez az angyallábak, meg az a megcsillanó fény. Tehát az olyan, mint a, nem tudom, mikor a három királyok mennek a fény után. Tehát az egy ilyen misztikus valami. Mit lát a vízben? Megnyugtat. Sokáig beteg voltam. Hallottam róla, amikor ide érkeztem. Igaz az, hogy elvették mindenét? Még a házat is? Én is belenézhetek a vízbe?